Új műalkotással gazdagodott Celdömök. Pénteken felavatták Kresznerics Ferenc mellszobrát az alsósági katolikus templom melletti parkban. Sajtótájékoztató jelentették be a régi STK épület felújítását és új funkcióját. 50 éves a Liszt Ferenc vegyes kar. Hamarosan itt az óvodai beiratás ideje. Erdély gimnazisták jártak a celdömölki társaiknál a hét elején. Versmondással ünnepelték a költészet napját a KMK-ban. Ökonapot rendezett a Vulkánpark. A sporthírekben labdarúgásról és asztali teniszről tudósítunk. Jó napot kívánok! Szobor készült az alsóságon 20 éven keresztül esperes plébánosként szolgáló Kresznerics Ferencről, aki nem mellesleg szótáríró és akadémikus is volt. A műalkotás avató ünnepségét április 22-én rendezték a városrész központjában. Kresznerics Ferenc 1812 és 1832 között szolgált alsóságon esperes plébánosként. A tanár, akadémikus, szótáríró az alsópapság köréből legelsőként lett tiszteletbeli tagja a Magyar Tudományos Akadémia Tudós Társaságának. Korábban megkezdett magas szintű nyelvészeti tevékenységét alsóságra kerülése után is folytatta. Celdömök város önkormányzata a tudós pap emléke előtt tisztelegve a 2016-os évet Kresznerics évvé nyilvánította. Az emlékévben többféle rendezvénnyel adóznak Kresznerics kiemelkedő munkásságának, a tiszteletadás egyik szép példája pedig a róla készült mellszobor, melynek avató ünnepségén elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Életpályája ösztönözte a képviselő testületünket arra, hogy szobrot állítassunk emlékére. Önkormányzatunk áldozatvállalása mellett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert támogatásból készült el Dínes Attila, Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, amelynek leleplezése után Kresznerics Ferenc örök időkig itt áll a templom mellett, az iskola előtt jelképezve egyházi és tanári szolgálatát. Köszönetet szeretnék mondani a részönkormányzatnak, vezetőjének, Erdély Antal képviselő úrnak, Kresznerics Ferenc mai utódjának, dr. Korta Jenő esperes plébános úrnak, hogy vezetésükkel az alsósági közösség is gondoskodik Kresznerics Ferenc emlékezetéről. De egy nyelvész emlékét azt hiszem leghűbben úgy ápolhatjuk, hogy figyelünk a magyar nyelvre, a kultúrára, örülünk annak, hogy Kresznerics falujában, itt alsósági iskolában folyamatosan erre törekednek, és így nevelik a gyermekeket. Kresznerics Ferenc szellemi öröksége mindannyiunk előtt példa lehet. A polgármesteri szavak után dr. Kondora Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy bár Kresznerics Ferenc a kevésbé ismert hírességek közé tartozik, a szoboravatás napja rácáfol erre, hiszen annak bizonyítéka, hogy Celdömök és alsóság méltó módon őrzi hagyatékát. Nem kis dologként említette azon tényt is, hogy Kresznerics Ferenc hagyatéka bekerült a Vas megyei értéktár kincsei közé is. Az alelnököt követően a celdömölki városi általános iskola és az alsósági tagiskola összevont énekkara színesítette népdalcsokorral az ünnepséget, majd Ág Péter országgyűlési képviselő mondott avatóbeszédet. Kresznerics abban az időszakban élt, amikor lángcsóvák jelentek meg szerte az országban, közéleti, tudományos, nyelvészeti és irodalmi területen. Olyan lángcsóvák, akik révén a nemzet ismét magára talált. Szótárával, életművével Kresznerics is ilyen lángcsóva volt, hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Amíg élt, szerénysége miatt nem vettek róla tudomást, amikor meghalt, még jobban elfelejtették. És ma beszélnek Versegiről és Kazinciról, Fogarasiról és Ballagiról, pedig ők csak ott aradtak, ahol Kresznerics a töretlen ugart kemény munkával felszántotta. Így beszéltek tehát Kresznerics Ferencről. 2016 lehetőséget ad nekünk, hogy bebizonyítsuk, méltó őrzői és tisztelői vagyunk a tudós esperes, akadémikus és szótáríró hatalmas életművének. Az idén megvalósult programok rávilágítanak arra, hogy Vas megye ma is büszke az e földről származó tudósra.
Ennek a ténynek adtam hangot a hétfői napon, amikor a Magyar Parlamentben országgyűlési felszólalásban emlékeztem meg Kresznerics Ferencről. Az avató beszéd után került sor a szobor ünnepélyes leleplezésére dr. Veres András megyés püspök, dr. Koltai Jenő alsósági esperes plébános, Fehér László polgármester és Erdélyi Antal részönkormányzat vezető által. Dr. Koltai Jenő esperes plébános Kresznerics Ferenc hatodik utódaként méltatta neves elődjét, Isten papjaként, lelkek támaszaként illette, kiemelve szerénységét, nagy tudását, magas szintű műveltségét. Egy nagy elődöm volt, akinél hát sajnos életében a szerénysége, halála után meg a feledés nagyba hozzájárult ahhoz, hogy nem együtt emlegetjük Kazincival, Versegivel, Fogarasival és a többiekkel. De ebből a lemaradásból próbálunk kitörni, és próbálunk az utóbbi időben egyre többet és többet megtenni. Ennek nagyon szép állomása ez a mai nap. Azonban én azt mondom, hogy már most az ebédnél is hát többen, hogy gratuláltak, mondtam, hogy ez a gratuláció nem nekem szól, tulajdonképpen team munka volt, nagyon hangolosan mondjuk. Tehát közösségi munka volt az erőkészület is, a tervezés, a szobor megformálása, a környezetének a kialakítása, és magának az ünnepi műsornak az összeállítása is. Tehát tulajdonképpen a köszönetet mindenki felé továbbítanom kell. Remélhetőleg, hogy az ősz folyamán kitudódik az, hogy nyertünk az Európai Uniós pályázaton, már az önkormányzat nyer, és akkor valóban egészen a buszmegállóig egy összefüggő nagy teret tudunk létrehozni. Az elnevezés is már megvan, hogy Kresznerics Ferenc tér lesz, és akkor méltóképpen tudunk még jobban emlékezni erre a nagy erődre. Az újonnan felavatott köztéri alkotást dr. Veres András megyés püspök áldotta meg, és ő is szólt Kresznerics Ferenc nagyságáról. Mint elmondta, a tudóspap életével és munkásságával a hit és értelem kapcsolatát tudományos szinten képviselte. Olyan példa, aki tudatosan élte meg hitét, és tudományos munkájával segítette a magyar kultúra fejlődését. Ennél nagyszerű dolog nincs, hogyha egy kis közösség így módon, ekkora időtávolságból is kész egy olyan tagját tisztelni, megünnepelni, aki a magyar tudományos életben egy kicsit elfeledett volt, de mégis óriásit alkotott, hiszen ahogy az ünnepi beszédekben is elhangzott, és tudjuk más följegyzésekből is, bizony ő volt a nyelvújításnak az elindítója, egyik fő úttörője, és a nagyok, akiket a nyelvújítás mestereinek ismerünk, igazából az ő hagyományain, vagy az ő örökségén tudták megalkotni azt a nagy művet, amit jelentett az összmagyarság számára a új nyelv, a magyar nyelv megújítása. Az elmúlt évszázadokban is, de az néhány évtizedben különös módon nagy hiány volt abban, hogy az egyháziakat, akik a tudományos életben is sokat tettek, a magyarságért is, a tudományért is, kicsit méltatlanul elfeledték. Örülök, hogy ez ma megváltozott itt Celldömölkön. Az alsósági városrészközpont legújabb ékessége Diénes Attila Munkácsi Mihály díjas szobrászművész alkotása. Az ünnepi rendezvényen Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester Celldömölkváros emléklappal és Celldömölkvárosért érdeméremmel köszönte meg munkáját. Már tavasszal elkészült a szobor. Hát mondjuk a szobor elkészítését megelőzte az, hogy én is mélyebben kezdtem tanulmányozni, hogy ki is volt ez a Kresznerics Ferenc, mert az az igazság, hogy nem sokat hallottam, tehát nem volt köztudatba. És tehát az, hogy ennyire szerény ember volt, és a szerény embereknek úgy látszik ez jár ki, hogy tehát a feledés jár ki, de szerencsére nem felejtették el, és az értékeit fel tudták mérni, meg én is el tudtam mélyedni, hogy milyen ember is lehetett Kresznerics Ferenc. Valóban, tehát annyit lehetett tudni, mert fénykép nem készült róla, festmény készült, hogy erős szemöldöke volt, meg a szerénysége, meg hogy gyerekeket szerette, meg hogy milyen önfeláldozó, meg milyen hittel dolgozott.
Erdélyi Antal részönkormányzat vezető a templomkert további fejlesztéséről beszélt, ami által még szebb és méltóbb környezete lehet az alsóságon 2 évtizedig szolgáló tudós papnak emléket állító szobornak. Dr. Kovács Zoltán önkormányzati képviselő a városrész életében nagy jelentőségű eseménynek tulajdonította a Kresznerics szobor elkészültét és kihelyezését. Ez az első köztéri alkotás, amely ságnak, a alsóság római katolikus templomának a kertjébe került kihelyezésre. Ilyen nem volt még. Ezért is nevezném történelmi eseménynek. Másodszorban azért történelmi esemény, mert az idei év a Kresznerics Ferenc emlékéve, 250 születésének 250. évfordulója alkalmából a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat elnyerésével, kiírt pályázati forrás elnyerésével, valamint az önkormányzat, a celdömölki önkormányzat hatható segítségével sikerült elkészítenünk ezt az alkotást. Köszönet és hála Dénes Attila, Munkácsi Díjas művész úrnak, aki apai tanyait beleadott ennek a szobornak az elkészítésébe, és szerint véleményem szerint nagyon kifejező a Kresznerics Ferenc szellemiségét, Kresznerics Ferenc mind tanári, mind papi hitvallását tükröző alkotás készült el. A szoboravató ünnepségen vidéki vendégek is részt vettek, így a Kresznerics család leszármazottai, a Magyar Tudományos Akadémia szótári munkabizottságának elnöke és tagjai, valamint Kresznerics Ferenc szülőfalujának, Iváncnak önkormányzati küldöttsége is képviseltette magát. Április 20-án délután közös sajtótájékoztatót tartott Ág Péter országgyűlési képviselő, Vas megye fejlesztési biztosa és Harangozó Bertalan kormány megbízott a volt rendelőintézet néhai járásbíróság épülete előtt. A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy a Kossuth utcai épületbe a szükséges felújítási és átalakítási munkálatok után a celdömölki járási hivatal költözik. A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy a Kossuth utcai épületbe a szükséges felújítási és átalakítási munkálatok után a celdömölki járási hivatal költözik. A beruházáshoz szükséges források rendelkezésére állásáról a magyar állam gondoskodik, amint egy 480 millió forintos támogatás odaítélése március közepén kormányhatározatban is kimondásra került. A sajtótájékoztatón részt vett Ág Péter, térségünk országgyűlési képviselője, Harangozó Bertalan, Vas megye kormány megbízottja, illetve Gecse József, a celdömölki járási hivatal vezetője. Ahogy erre a képviselő úr is köszöntőjében, illetve tájékoztatójában utalt, hát én azt gondolom, hogy ezzel újra megjelenik Celdömök város területén a valamikori tradicionális celdömölki járási közigazgatás egy helyszínen, egy patinás épületben, és hát ennek én azt gondolom, hogy a városra magára van kisugárzása, meg hát a járás egészére is. Újra jelen van egy jelentős potenciális területi államigazgatási centrum Celdömölk városában, és ezzel én azt gondolom, hogy Celdömölk gyarapodott. Jelentősége nőtt, mert azon járás székhelye közé tartozik akár országosan is, akár a megyébe is, amelyek fontos szerepet töltenek be a területi államigazgatási feladatellátásban. És hát annak a 170 valahány járási székhelynek az egyike, Kemenes alja egyébként is természetes kulturális gazdasági kulturális központja, és emögé 13. január 1-jével ugye csatlakozott a területi államigazgatás. Most ez az épület a maga lehetőségeivel egy koncentrált elhelyezést biztosítva tovább szolgálhatja Celdömök város polgárait, a járás polgárait,
reményénk szerint a megelégedésükre. A kormány megbízott kiemelte, hogy a város életébe fontos lépés következik be azzal, hogy a kormányhivatal nem csak tevékenységében, hanem fizikailag is elválik az önkormányzatiságtól. Ez a különválás már sikeresen megtörtént Sárváron, Vasváron, és ez a jövőbeni cél Szentgotthárdon és Kőszegen is. Az épület felújításával létrejön egy korszerű, kiváló ügyfélbarát szolgáltatás, amely az ott dolgozóknak is méltó 21. századi munkakörülményeket garantál. Nem csak a jelenlegi feladatok ellátását biztosítja majd az épület, hanem további, a megyei hatáskörből átkerülő feladatokat is telepítenek a járási hivatalokra a különböző megyei főosztályok. Sokszor beszélünk arról, hogy Kemenes a főváros a Celdömök. Azt gondolom, hogy ezzel a kormányzati beruházással, megvalósuló épületfejlesztéssel most már egy szimbolikus fejlesztés is fogja azt bizonyítani, hogy ez valóban így van. Ez a közigazgatási centrum az embereket fogja szolgálni, és egyúttal azt is bizonyítja, hogy a kormánnyal együttműködve komoly fejlesztéseket tudtunk itt megvalósítani Celdömölkön. Hiszen, hogyha végig sétálunk a városban, ennek számos bizonyítékát láthatjuk. A vasútállomás, a Berzsenyi gimnázium, emellett az új rendelőintézet megépítése, a kolostor fejlesztése is azt üzeni, hogy komoly kormányzati segítséggel komoly eredményeket tudtunk elérni. Ezen az úton kívánunk tovább haladni, és ez az épület fejlesztés azt gondolom, hogy erre bizonyíték. Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy az eddig elvégzett fejlesztések után a munka folytatódik, ennek szimbolikus bizonyítéka az a március 10-én kelt kormányhatározat, mely jelentős összeggel támogatja a rendelőintézet épületének funkcióváltását. Ezzel a felújítással egy olyan létesítmény jön létre, amely kifejezi azt, hogy Celdömök valójában a Kemenesalja fővárosa, hiszen egy olyan közigazgatási centrum jön létre, amely mindezt fizikailag is bizonyítja az emberek szolgálatával. Celdömök járási hivatal jelenleg 4 osztályon látja el a feladatát, illetve illetékészségi területünkön megtalálható a sárvári munkaerőpiaci pontnak a kirendeltsége is. Ez az 5 szervezeti egység jelen pillanatban 4 helyen van elhelyezve. Ez a széttagolt elhelyezés mai napig eljutott egy olyan szerkezetbe, hogy munkaszervezési nehézségeket jelent, illetve a munkaszervezési nehézségek mellett még vannak olyan problémáink is, hogy a funkcionális feladataink megduplázódnak vagy megtöbbszöröződnek. Ettől a fejlesztéstől azt várjuk, hogy egy koncentrált járási hivatal tudunk létrehozni. Előzetes számításaink szerint ez nem csak az előbb említett nehézségeket fogja nivellálni, hanem a fenntartási költségeink is csökkenni fognak. A fejlesztésnek az ütemezése az úgy fog kinézni, hogy rövidesen elindulnak a közbeszerzési eljárásoknak a meghirdetése, tervezésre és kivitelezésre. Azután a közbeszerzési eljárások függvényében sor kerül a kivitelező kiválasztására, és a terveink szerint az idei év végén, jövő év elején beruházás elkezdődhet, és reményeink szerint 2017 vége fele, de 2018 első felébe megvalósul a beruházás. A kormányhatározat alapján a 2016 évi költségvetésben mindegy 200 millió forint, a 2017 évi költségvetésben pedig 280 millió forint áll rendelkezésre a fejlesztés megvalósításához. Az épület a tervek szerint teljes külső-belső felújításon megy majd keresztül, megújul a fűtési rendszer, új nyílászárók kerülnek beépítésre, modern, korszerű körülményeket alakítanak ki a területi közigazgatás számára. Celdömökön eljutott egy olyan állomáshoz a járási hivatal, hogy egy új helyre fog költözni. Egy kormányzati támogatásként az első ütemhez kaptak, úgy tudom, pénzügyi forrást, és ennek még lesz folytatása. De amikor létrehozták a kormányhivatalt és azon belül a járási hivatalokat, Celdömök önkormányzata, én mint megválasztott politikusként, akkor mi elfogadtuk azokat a döntéseket az országgyűlésnek, ezért tehát a városházán, ha összeszorítva is azért az okmányiroda mellette, hiszen az is állami feladathoz került, elfértünk, illetve hát azt a közösségi kékházat is az önkormányzat átadta, amivel azért nekünk voltak terveink. Hát az elképzelések szerint ezt visszakapja az önkormányzat, illetve majd át fog költözni a járási hivatalba is, akkor szerintem a mi önkormányzatunk is, hiszen azért mi körjegyzőségben több településsel látjuk el a feladatot, tehát abban a mi munkánkban is változás lett. Én bízom benne, hogy ha ez elkészül, akkor ugyanúgy a járásba azokat a munkafeladatokat közösen, ami a járásra tartozik, valamint a városra tartozik, ellátjuk. Ugye egy nagy kihívása lesz az önkormányzatnak is, amiben egyeztetni kell majd a főleg itt a megyei kormányhivatallal, hiszen ebben az épületben az STK átadásával, hiszen önkormányzati feladat, nem költözhettek át a fogorvosok, illetve az egyik háziorvos.
vannak erre is elképzelések, hogyha kapunk ebbe épületet, itt felvetődött a volt munkahelyi központ, vagy a celldömökiek így emlékeznek rá, mint a munkásőrség épülete, vagy ezt kellene felújítani, és hát először azért, hogyha úgy elkészül, hogy oda az orvosok be tudnak menni, akkor tudnak csak onnét kiköltözni, tehát ebbe a feladatba lesz bőven tennivalója mindenkinek. Mint ahogy ez a sajtótájékoztatón elhangzott, valamint Fehér László, városunk polgármestere is említette, további egyeztetések szükségesek a kormányhivatal, illetve a város között a jelenleg még az épületben elhelyezkedő orvosi rendelők sorsáról. Remélhetőleg mielőbb sikerül olyan megoldást találni a problémára, mely mindkét fél, valamint a városlakók számára is megfelelő megoldást jelent. Riasztási gyakorlatot tartott a celldömölki polgárvédelmi szervezet. Az esemény célja a beosztott munkatársak rendelkezésre állási hajlandóságának ellenőrzése volt. Péntek délután 5 órára megtelt a KMKK előcsarnoka a riasztási gyakorlatra összegyűlt emberekkel. Az összejövetel elején Kovács Levente tűzoltó alezredes köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve mindenkinek, hogy teljesítették a különböző ide vonatkozó törvények által előírt kötelezettségüket. Majd Fehér László polgármester, Celldömölk polgárvédelmi parancsnoka beszélt arról, hogy senki nem önként vállalja ezt a munkát, ám mindenki munkájára rendkívül nagy szükség van. Baj esetén fontos a gyakorlott, felkészült emberek együttműködése, és ez az alkalom is ezt a felkészülést szolgálja. A továbbiakban Kovács Imre ezredes, polgárvédelmi felügyelő tartott előadást az állampolgárok jogairól és kötelességeiről különleges veszélyhelyzetek és katasztrófák esetén. Elmondta, hogy a polgárvédelmi munka legfőbb célja az állampolgárok védelme, a túlélés biztosítása és a katasztrófa utáni helyreállítás megkezdése. Veszélyhelyzetben sérülhetnek bizonyos alapjogok, ilyen például a lakóhelyhez való jog, vagy például korlátozhatják az alkoholhoz való hozzáférés lehetőségét, ám az emberi méltósághoz való jog, illetve az élethez való jog nem sérülhet. A celldömölki járásban a legfőbb veszélyforrásként a Rába folyót, bizonyos közlekedési útvonalakat, kiemelten például Celldömölk rendező pályaudvart és a város határában található olajtárolót lehet megjelölni. Emiatt a veszélyforrások miatt kötelező a 300 fős polgárvédelmi szervezet működtetése a városban. A legközelebbi ilyen típusú gyakorlat várhatóan az ősz folyamán kerül megrendezésre. Minden család életében hatalmas változást jelent, amikor a gyermek bekerül az intézményrendszerbe. 2015. szeptemberétől ez kötelezővé vált 3 éves kor felett. Az óvodai beiratkozás rendjéről és a jogszabályváltozásról kérdeztük Fódi Zitát, a városi óvoda vezetőjét. Április az óvodai és az iskolai beiratkozások hónapja is. Ilyenkor a szülő és gyermek felkészül arra, hogy szeptembertől indul a munka. Egész életre meghatározó lehet a szülői hozzáállás. Az óvodai beiratkozásoknál idén több jogszabályi változás is történt. Az új köznevelési törvény szerint 2015. szeptember 1-től 3 éves kortól kötelező az óvodába járás a gyerekeknek, és az adott évben, aki augusztus 31-ig betölti a 3 évét, a szeptember 1-től kötelező ezeknek a kisgyerekeknek az óvodába járás napi 4 órában. A felmentést hát a szülő kérheti olyan indokkal, hogy egészségügyi vagy egyéb szociális indokkal lehet kérni, de ehhez a jegyző, az óvodavezető és a gyermekorvosnak a közreműködésével lehet a kisgyereket felmenteni az óvodába járás alól. Nem csak a korhatár változott, de 2016. január 1-től a családi pótlék kifizetését is a kötelező óvodába járáshoz kötik. Akár az iskolában itt is számít, hogy a gyerek ne hiányozzon igazolatlanul az óvodából. 20 nap után megvonják a családi pótlék kifizetését. A szigorú jogszabályváltozásnak azonban több jó oldala is van, hiszen a gyerekek fejlődésénél fontos szerepe lehet a közösségi életnek. Azért is jó, mert rengeteget fejlődnek a gyerekek, és én azt szoktam a szülőknek mondani, hogy gyereknek gyerek a barátja. A szülő bármit megtesz meg, játszik is a kisgyerekkel, de úgy a gyerekekkel tudja megérteni magát, meg a szocializáció nagyon fontos ez ebben az életkorban tényleg, hogy a saját életkorú gyerekekkel, vagy óvodás gyerekekkel, hogy játszon, és itt
rengeteget fejlődik ezáltal. A szókincse, a beszédkészsége, az értelme, a mozgása, mindenre elmondható ez, és ezért fontos, hogy óvodába járjanak. Beiratkozni tehet 2016. április 25-én és 26-án reggel 8 órától délután 4 óráig lehet a celdömölki óvodákba. A Hajnalcsillag evangélikus óvoda és a városi óvoda tagóvodái is ekkor várják a jelentkezni vágyó ovisok szüleit. A városi óvoda Koptikuti és Vörösmarty úti óvodásai a Koptikuti óvodában, míg az alsósági tagóvodába jelentkezők alsóságon iratkozhatnak be. A szükséges okmányok a gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája és lakcímkártyája, oltási kiskönyve és a szülő okmányai. Minden kis óvodás szeretettel várnak az óvodákba. A celdömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium immáron harmadik alkalommal nyerte el a Határtalanul program keretében kihirdetett pályázatot. A pályázat célja a határon túli magyarsággal való kapcsolat fenntartása. Az idei programban Erdélyből, azon belül is Segesvárról, a Petőfi Sándorról elnevezett gimnáziumból jöttek celdömölkre a vendégek. Egy nagy busznyi diák érkezését várták a celli gimnazisták. 4 napig tartózkodtak Magyarországon, több helyre is kirándultak, az utolsó napon pedig egy búcsúbulin köszöntek el a celliektől. Nagyon nagy örömmel vártuk a segesvári diákokat, mivel 3 évvel ezelőtt már voltak nálunk egyszer egy ilyen csoporttal, és nagy szeretettel vártuk őket újra, hogy jöjjenek hozzánk. Már előre megbeszéltük, hogy kikit fog fogadni, a gyerekek családoknál aludtak, és hát így azt hiszem, hogy leginkább így lehet igazi barátságokat kötni, hogy meg tudták egymást ismerni. Voltak több helyen kirándulni. A program maga a két költőnek, Berzsenyinek, aki a mi költőnk, ugye, mert iskolánkat őról nevezték el, illetve Petőfi Sándor, aki Segesvárhoz köthető, hiszen ott tűnt el a csatában. Tehát Petőfi és Berzsenyi, mint a két költő, akik hozzánk közel állnak, erre az két életútra lett felfűzve idén a pályázatunk. A 9. H és 10. A osztályos diákok családjainál szállásolták el az erdélyi tanulókat. A többségében Segesvárról érkező vendégek nagyon jól érezték magukat, sok új dologgal ismerkedtek meg. Megtudhatták azt, hogy miben különbözik vagy hasonlít az itteni fiatalok élete, hogyan zajlik az oktatás. Olyan nincs, hogy minden, amit tetszett, alap, hogy minden tetszett. Nagyon jól éreztem magam, szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, és minden tetszett. Főleg a mai kirándulás Sopronban az volt szerintem a legjobb, főleg az, amikor láttuk azokat a pillangókat, az nagyon tetszett. Nagyon várjuk, hogy jöjjenek hozzánk az itteniek, szeretettel fogadjuk őket. Már várjuk, hogy nekik is mutassuk be Segesvárt. Az egész kirándulásban nekem nagyon tetszett az együtt töltött esték, így nagyon jó volt megismerni azt, hogy hogyan töltik ők a mindennapjaikat, hogy hogyan buliznak, szórakoznak, és jó dolog volt az, hogy mi is részt vettünk ebben. És az is jó volt, hogy be tudtunk jönni órákra, és megtapasztalhattuk azt, hogy ők hogyan is tartsák egyes órákat, mint például a kémiát és a történelmet, mert igazából ezen voltunk bent. És rájöttünk, hogy azért tényleg nagyon sok dolog van, ami különbözik ebben az egészben. Igazán jókedvűen telt az itt töltött pár nap, ami igencsak rövidnek bizonyult. Erről a segesvári kísérők sem vélekedtek másképp. Több kirándulós program is színesítette napjaikat. Élményekben gazdag 4 nap áll mögöttünk. Az itteniek, a celdömölkiek nagy szeretettel vártak bennünket, és ez egy különleges melegséggel töltött el mindannyiunkat. A diákjaink nagyon-nagyon jó, tartalmas időt töltenek itt, barátságokat kötöttek. Ugyanakkor a helyek, amiket meglátogattunk, azok csodálatosak, a mai kirándulásunk is csodálatos volt, úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy megérte ide eljönni, és immár másodszorra vagyunk itt, de ez csodálatos egyszerűen. Köszönjük a helyieknek, köszönjük a diákoknak, a szállást adó szülőknek, akik erőfeszítéseket tettek, tudjuk azért, hogy mi itt jól érezhessük magunkat. Köszönjük! A programmal résztvevő celli gimnazisták 2 hét múlva utaznak Erdélybe, ahol 9 napon át élvezhetik a segesváriak vendégszeretetét.
A Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtár emlékműsort szervezett a Költészet Napja tiszteletére április 20-án. A már hagyományosnak mondható rendezvény ezúttal 20 költő verseink keresztül engedett bepillantást a magyar irodalom kincsestárába. Hallgass, ha bölcsebbnek véled, csak igazad szólj. Ha szívedben indulat éled, csak igazad szólj. Ember vagy, bánd meg vétked, de csak igazad szólj. Németné Őri Irma nyugalmazott pedagógus évről évre felkéri barátait, ismerőseit egy költészetnapi emlékműsoron való közreműködésre. A verskedvelőket eredményesen megszólítva áll össze minden évben egy újabb versfüzér, melyben szépen felépítve követik egymást a szebbnél szebb irodalmi alkotások. Az idei évi műsor mottóját Petőfi Sándor Világosságot című verse adta, a rendezvény mondani valója pedig a költőknek az élet értelméről, igazságról, útkeresésről és megtalált utakról papírra vetett vallomásai köré csoportosult. A program elején az irodalmi rendezvényt összefogó Németné Őri Irma köszöntötte a megjelenteket és mutatta be az esten felolvasó verselőket. A teljesség igénye nélkül olyan népszerű és közkedvelt költők versei hangzottak el, mint Petőfi Sándor, Arany János, Goethe, Kányádi Sándor, Tóth Árpád, Vas Albert, József Attila, Nagy László, Vörös Sándor, Zelk Zoltán. A vállalkozó szellemű felolvasók pedig Barta István, dr. Horváth András, Jó Ágnes, Kustos Lászlóné, Simó Éva, Gulyás Névas Veronika és Németné Őri Irma voltak. Előadásukban a versek nem pusztán felolvasott szövegnek hatottak, hanem mögéjük nézve örökérvényű igazságokat és a mának is útmutató gondolatokat kaptak az irodalmi program résztvevői. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkozik meg, hű becsületéhez bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Celldömölkön tanácskozott a Mozgássérültek Vasmegyei Szervezetének küldöttsége. Az eseménynek az Ártmozi adott otthont. Celldömölkön tartotta éves küldött gyűlését a Vasmegyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2016. április 23-án szombaton délelőtt. Az ülésen a Vasmegyei Szervezet 4 helyi csoportjának vezetői számoltak be a 2015-ös évről. A tanácskozás levezetésénél Mesterházi Zsolt, a MEOSZ Országos Szövetségének elnökségi tagja segített Olá Jánosnénak, a Vasmegyei Szervezet elnökének. A gyűlésen közel 50 tag jelent meg a helyi csoportokból, Körbendről, Sárvárról, Szombathelyről és Celldömölkről az Ártmoziban. A résztvevők egyöntetően elfogadták a csoportok gazdasági beszámolóit. A 2015-ös év eseményeit, rendezvényeit is megvitatták, többek között a tavalyi év Art Fesztiválját, a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt, ami a fogyatékkal élő kulturális sereg szemléje. Idén, 2016-ban is lesz Art Fesztivál Celldömölkön, június 11-én kerül majd megrendezésre. A gyűlés végén a résztvevők még egyeztették a nap további programját. Az idei évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Liszt Ferenc Vegyeskar. Április 23-án délután régi és jelenlegi kórustagok daloltak együtt a Kemenesei Művelődési Központ színház termében. A kórus 1966-ban alakult Celldömölki Kisipari Szövetkezetek kórusa néven, majd 3 évvel később mintegy 40 pedagógussal bővült a Vegyeskar. Süle Ferenc karnagy ezután választott új nevet a kórusnak, 1971-ben a jubileumi Liszt év alkalmából vették fel minden idők legjelentősebb zeneszerzőjének nevét. Már az első néhány évben szép sikereket értek el, sor került a kórus első külföldi útjára is, ami Lengyelországba vezetett. Az alapító tagok közül ma már senki sem tagja a kórusnak, de vannak jó néhányan, akik már évtizedek óta együtt énekelnek.
Süle Ferenc karnagy a megalakulás óta, tehát én már 50 éve dirigálja a vegyeskart. A kórus az elmúlt években számos kül- és belföldi felkérésnek tett eleget, számtalan elismerést és díjat gyűjtött be. Én szívesen emlékezem rá vissza, hogy szinte egész Európát megjártuk. Itt gondolok, hogy nagyon sokat szerepeltünk Ausztriában, még a régi rendszerben is, tehát a 90-es évek előtt akkor is mentünk. Volt annyi protekciónk, hogy el tudtunk oda is menni. Olaszországban nagyon sokat jártunk. És akkor a csúcspont volt a Spanyolország. Ez egy olyan 12 napos út, de közben Olaszországban voltunk mindenhol, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szép volt minden Spanyolországban. És ami még úgy kiemelném, a görög utat, az is nagyon jó volt. Belgiumban nagyon jó volt. Németországban nagyon jó volt. Tehát gyakorlatilag én ez az 50 év alatt a kórussal végénekeltük egész Európát. Most az eredményekről. Úgy emlékszem, az első minősítésünk bronz volt. Akkor annak is örültem, hogy ne? De és akkor minden alkalommal, tehát magasabb fokra léptünk, eljutottunk az aranyfokozat a diplomával, és akkor még egy lépést tettünk felfelé, az pedig a kórusunknak egy olyan különlegességet jelentett, hogy hát egy kiemelt kórus minősítést kaptunk. És ekkor határoztuk el magunkat, amiről majd másodszor fogunk beszélni, hogy kellene egy olyan fesztivált rendezni, mert előtte itt voltak fesztiválok Celdömölkön, a kemenesei napokhoz kapcsolódtak, és akkor mindig szabad térre nekünk, hogy minél több közönség halljon bennünket. A Sághídre felvittem őket, és nagyon-nagyon jó volt, és akkor utána érkeztünk majd el, hogy 25 évvel ezelőtt pedig lesz a Bárdos Fesztivál. A vegyeskar fennállásának fél évszázada alatt sokan megfordultak a kórusban, ki hosszabb, ki rövidebb időre. A szervezők rájuk is gondoltak, minden volt kórustagot meghívtak a jeles alkalomra. Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke, elismerő oklevelet ajándékozott a jubiláló vegyeskarnak. Fehér László városunk polgármestere emléklapokkal és ajándékokkal jutalmazta azokat a kórustagokat, akik már több évtizede vagy néhány éve énekelnek a vegyeskarban. A kórus fennállásának 50. a Bárdos Fesztivál 25. évfordulója mellett még egy jelentős évfordulóról is megemlékezett a városvezető, hiszen Süle Ferenc karnagy ebben az esztendőben ünnepli 75. születésnapját. Felvételem érdekes volt. Ostfi asszonyfán volt Petőfi szobarvadás, a karének énekelt ott. Én még akkor nem voltam kórustag, Petőfi verset mondtam. Visszafelé viszont divat volt, hogy még 20 percre is énekelt a kórus, még a buszba is. Na én, mivel magyar népdalt énekeltek, én is nekiálltam énekelni. Azt mondja nekem a Feri bátyó, hétfőn jossz próbára. Így indult, hát a 40 év egy csodálatos volt. Először is egy ilyen társaság, akinek hasonló. Második, életemet is köszönhetem neki, hiszen a Marikát, a feleségemet ott ismertem meg. Harmadrészt, olyan helyekre jutottunk el, te veled is, ahol egyébként nem hiszem, hogy kettőnek lehetőség lett volna, rengeteget köszönhetek. Feri nagyon jó szakember, hihetetlen ember szeretete is van, és a műszer összeállítása változatos. Szóval voltunk már olyan fesztiválon, ahol nálunk nem magasabb színvonalú kórus énekelt, de a negyedik, ötödik ugyanolyan stílusú számnál már unta magam. Ferin viszont nagyszerűen állítja össze, változatosan. A jubileumi hangversenyre érkező közönség, illetve az egykori kórostagok szinte megtöltötték a Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtár Színház termét. A közel 20 kórusműből álló műsorban betekintést nyerhettek a vendégek a vegyeskar széles repertoárjába. Az emlékhangversenyen elhangzok többek között a névadó Liszt Ferenc Ave Mariája, részletet hallhattunk Vivaldi Gloria című művéből, számos népdalfeldolgozás, valamint modernebb, kortárs darabok is helyet kaptak az ünnepi műsorban. Oh.
ökonapot rendezett szombaton a Kemenes Vulkán Park. Az egésznapos rendezvényen többek között előadásokon, botanikai túrán és környezetkímélő autók bemutatóján is részt vehetett a kilátogató közönség. Az első ökonapot szervezte meg a Kemenes Vulkán Park április 23-án. A rendezvény időpontja tudatos választás volt a szervezők részéről, mert 3 évvel ezelőtt a földnapján nyitotta meg kapuit az intézmény. Azóta több a környezetvédelemmel kapcsolatos programpontja volt az általuk szervezett rendezvényeknek, de most állt össze egy teljes nappá. Igen, idén először rendeztük meg itt a Kemenes Vulkán Parkban az ökonapot, de természetvédelemre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve a környezetünk gondozásának a fontosságára. Különböző előadásokat rendeztünk, rengeteg előadót hívtunk, nagyon sokféle témában. Például itt volt Mari László, az Atakáma expedíció egyik résztvevője, vele kezdődött a nap, ő nyitotta meg az első előadásával. Nem sokára egy építész fog előadást tartani az építészet vonatkozásában, hogy milyen szerepet játszik a környezetvédelem. Elhívtunk egy régészt is, dr. Láng Orsolyát, az Aquincumi Múzeum igazgatónőjét. Ő a római korról fog előadást tartani, és hát így kérdés lehet, hogy a régészet hogyan kapcsolódhat ide az ökonapra, és hát úgy, mert a régészek nagyon nagy szerepet játszanak a klímakutatásban is, hogy bizonyos jeleket találnak, és hát így bebizonyosodott, például a római korban is volt klímaváltozás. A gyerekekre is gondoltunk, bent a felfedező teremben papírvesszőből készíthetnek kosarat, illetve nagyon sok újrahasznosítási technikát mutatnak be a pápai kékfestő kollégái. Itt kint a kültéren pedig íjászkodni lehet, illetve ókori római harcokat kipróbálni, illetve felpróbálni jelmezeket. Fehér László, a város polgármestere, egy fát fog ültetni ide a parkunkba, és hát szeretnénk azt, hogy minden egyes rendezvényünk elején, illetve vagy a végén egy fa kerüljön elültetésre, és így a parkunk gazdagodjon. Az érdeklődők többféle témában tájékozódhattak a környezettudatosság jegyében. Hallgathattak előadásokat a klímakutatásról, az újrahasznosításról, az ember és a környezet kapcsolatáról és sok más érdekességről. Az előadók között szerepelt Lacó Dániel, a Kemenes Vulkánparkot tervező építésziroda munkatársa, aki fenntartható építészet címmel tartott előadást. Az épületnek felelősséget és érzékenységet kell vállalnia azzal a helyjel szemben, ahol az megépült. A helyhez való kötődés megvalósítható a helyi anyagok, a helyi mesteremberek alkalmazásával, de ugyanígy igaz ez a helyi energiaforrások, erős energiaforrások felhasználására. Megújuló energiák és minden olyan lehetőségnek a felhasználására, ami helyben található. Megújuló energiaforrásnak számít a fa. Vas megyének a nyugati részén természetesen hagyományosan rengeteg az erdő, de ugyanígy elérhető az ország bármely pontján a napsütés, ugyanígy a szélenergia, de ennek a háznak az esetében például a talajszondát alkalmaztunk, illetve léghőszivattyút. Ez a kettő mindenhol rendelkezésre áll, és mindig, minden helyzetben alkalmas arra, hogy a házakat ellássa. Például a vulkánházba vezetékes gáz nincs is bekötve, minden fűtési vagy fűtési igényt tudunk fedezni ezekkel a berendezésekkel. A program részeként az előzetesen regisztráló látogatók kipróbálhattak egy hibrid meghajtással működő autót. A tesztvezetés során megtudhattuk, hogy mennyivel környezetbarátibb megoldás, mint a benzines autók. Az autó tesztelés mellett a délután a Soltis Színház Ember című darabját nézhették meg az érdeklődők. A gyermekeket az újrahasznosítás jegyében alkotó műhely várta, valamint kipróbálhatták a római katonák harci eszközeit és az íjászatot is. Igazi családi program volt, hiszen a család minden tagja találhatott magának szórakozást. Bükről érkeztünk, igazából ma reggel indultunk el, aztán hallottunk erről az ökonapról. Én igazából csak az információs lapot láttam, hogy a feleségem nyújtott nekem az előző napokban, úgyhogy igazából nem volt sok időm felkészülni, viszont engem nagyon érdekel az ökológia, illetve a fenntartható fejlődés és minden ezzel kapcsolatos dolog. Ugye itt, ahogy látom,
lehet elektromos autót kipróbálni. Sajnos arra nem volt időm regisztrálni, de minden ezzel kapcsolatos téma érdekel, úgyhogy ezért döntöttünk, úgyhogy ezen a szép napon ide látogatunk. Meg voltunk már itt korábban is, és nagyon szeretjük ezt a helyet. Facebookon figyelem a központnak a híreit, fel vagyok iratkozva, és akkor mindig kapom az aktuális programokról az értesítőt, és mindig igyekszünk jönni, tehát már többször is voltunk. Botanikai túrán is voltunk, illetve csak úgy is el szoktunk jönni, mert szeretünk itt lenni. A nap végén ugyan lógott az esőlába, de Fehér László, Celldömökváros polgármestere és Söptei Eszter, a Vulkánpark vezetője elültette az első rendezvényfát. Így gazdagodik évről évre a Vulkánpark. A harmadik Tulipán Fesztivál harmadik napján a gasztronómiájé volt a főszerep. A helyi vendéglők hoztak ki a térre egy kis kóstolót kínálatokból. A fesztiválra látogatók így nem csak az ételek világába tehettek utazás zenei kísérettel, hanem délutáni hintóval és adottó kisvasúttal járhatták végig a Tulipán utat. Nagy volt az érdeklődés a Tulipán Fesztivál egyik legújabb eseménye, az utazás a gasztronómia világában program iránt. A főtéren 5 étterem, az Aranykerék vendéglő, a Rezgő Nyárfa vendéglő, a Trója étterem, a Holstein söröző és Déjà Vu panzió, és a Jufa Vulkán Resort terített meg a vasárnapi ebédhez. Több mint 600 adag kóstolóval várták a gasztroutazásra érkezőket, jegyeket a művelődési központ recepción válthattak az ideérkezők. Az éttermek egy-egy szabadon választott fogást mutattak be a közönségnek. Így került az asztalra vad és körömpörkölt, gulyás, cicege és csirkemell zöldségágyon, minden mi szemszájnak ingere. A jó ebédhez szólt a nóta, Horváth Béla és zenekara igazi vendéglői hangulatot varázsolt elő a cigány zenéjével. Őket követték az éneklő szakácsok, akik az országot átutazva érkeztek Celldömökre, hogy tréfás gasztronómiai nótázással egybekötve zsűrizzék az éttermek kínálatát. Karcagról érkeztünk, és 2008 óta vagyunk ebben a formációban. Azt kell tudni rólunk, hogy ilyen gasztronómiai fesztiválokra járunk zsűrizni, énekelni. Hivatásos énekesek vagyunk egyébként mindannyian, és 2008 óta állt össze ez a csapat. Hát olyan kis humoros nótákat éneklünk. Azt kell tudni, hogy a magyar nótáknak, csárdásoknak egy kicsit úgy gasztróra hangoltuk a szövegeit, és ezt adjuk elő a színpadon a közönség nagy-nagy megelégedésére. 1968-ban vonultam be katonának. Jó, nem az özönvízig akarok visszamenni, de ott kezdődött el a zenészi pályafutásom. Előtte tanultam fuvolázni, ott katonazenekarba kerültem, és azonnal ki kellett menni a tiszti klubba muzsikálni, tehát 69 óta én benne vagyok az éjszakába, mint énekes szaxofonos. Rendezvényt is szervezek, de az egyik leghíresebb talán, ami a nevemhez fűződik, az a Karcagi Birkafőző Fesztivál, ami idén 18. alkalommal kerül megrendezésre június 25-én. És hát oda is természetesen szeretettel várunk innen Celldömökről is, vagy a környékről is vendégeket, tehát nagyon nagy buli. MÁV Startnál dolgozom, mint logisztikus. Van némi kapcsolatom a celldömörki vasutas kollégákkal is, erre a vidékre is szoktunk, tehát kapcsolatban állok az itteni kollégákkal. Szombathely, Celldömör, ez a rész, Dombóvár. És ön hogy került kapcsolatba a zenével? Hát már édesztóban én is 25 éve énekelek, és hivatásos vizsgázott énekes vagyok, tehát én is bele illek a csapatba, és úgy találtunk mi egymásra, és akkor kitaláltuk ezt a formációt Gyula felkérésére, és azóta együtt éneklünk, de természetesen szólóban is mindenki külön-külön is felkérhető, és éneklünk mindenhol. Ahova elhívnak bennünket, szívesen megyünk. A szakácsok végigkóstolták a vendéglői kínálatot, majd jókedvűen énekeltek a főzés örömeiről. Ezután értékelték az igazi séfek munkáját. A díjak átadásánál Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke működött közre. Nevük a három híres séf, nekünk az élet mindig szép, gyerünk, őszél hát velünk, s meglátod jó étket teszünk elé. Bulos, énekelj, táncolj hát, vigadj,
szeress és gondolj ránk, neves, hidd a neves, pörköltet, sültet, és sok-sok más. Hey! A rendezvényen idén is népszerű volt a tulipánút, az érdeklődők a dottó kisvasúttal és hintókkal járhatták végig. A műsor további részében Peller Anna művésznő közel egy órás műsorával ragadta magával a közönséget. Minden korosztály felfedezhette a neki tetsző dallamokat. Nagyon szeretem Celdömölköt és az embereket. Sosem csalódottam, itt is mindig megkaptam azt a szeretetet, azt a visszaigazolást, hogy érdemes még énekelnem. Boldog vagyok, hogy itt lehettem. Megtudakolom, hogy ez milyen műsor lesz, milyen rendezvény, és akkor nagyjából felmérem, hogy kik lesznek ott, milyen korosztály, és akkor mindig beigazolódik, hogy 0-tól 120-ig. És akkor így hozhatom ezeket a vegyes dalokat. Neked mik a kedvenceid? Az operettek inkább, vagy a modernebb stílust kedveled? Hát én annó tánzalénekes szerettem volna lenni, és akkor megszerettem az operettet, megszerettem a magyar nótát, és mindent, ami zene, ami szép ének, ami jó. És én úgy gondolom, hogy amit énekelek, azt valójában úgy is érzem, hogy mind szeretem. Nincs kedvenc, hogy operett vagy másik műfaj, nincs. Nincs. Nagyon szeretek énekelni, és remélem, hogy ez le is jön. Csak addig érdemes kezd művelni, amíg az ember szeretettel, hatalmas szerelemmel űzi. Mit üzensz Celdömölköknek, Celdömölkieknek? Celdömölkieknek? Hogy még találkozunk nagyon sokszor, és lássuk egymást, és örüljünk egymásnak. A tapsot azt nem kell sohasem kérnem, nem is kértem még soha. Ezt mindig kapom, és remélem, hogy jó egészségben mindenki megvár a legközelebbi találkozási. A háromnapos rendezvény ezzel a produkcióval zárult. A tapasztalatokról kérdeztük Pálné Horváth Máriát, a Művelődési Központ igazgatónőjét. Most, hogy vége a három napnak, már egy kicsit hiányzik is ez a pörgés, és már tervezzük a következő tulipánfesztivált, hiszen minden rendezvénynek vannak tanulságai, vannak okulásai, és ennél a rendezvénynél sincsen másképp. De az biztos, hogy kimondhatjuk, hogy sikeres volt a rendezvény, elsősorban azért, mert gyönyörűek voltak a tulipánok, gyönyörűek a tulipánligetek a városban, másrészt pedig azért, mert az időjárás nagyon-nagyon jó volt, az pedig, amikor a programot összeállítottuk, akkor tudtuk, hogy egy színes, minden korosztálynak, minden érdeklődésű, zenei ízlésvilágú vendégnek ez a program érdekes lehet és izgalmas lehet. Új elemeket is építettünk be a programba, így például a szombat délelőtti vásárfia programot, amiben a helyi hagyományok, a helyi értékek, művészeti programok kerültek kulturális tradíciók bemutatásra, és ez különösen hangulatos volt. És ami még egy értéke, egy újítás ennek a fesztiválnak, hogy megpróbálkoztunk a gasztronómiával, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ebben partnerek voltak a helyi éttermek, vendéglők, így úgy gondoljuk, hogy a jövőben ezt érdemes majd folytatni, bővíteni, tovább gondolni. Az elmúlt 2 év sikere után elmondható, hogy a harmadik Tulipán Fesztivál is több ezer embert vonzott Celdömölkre. A szervezők ígérik, hogy jövőre is hasonlóan érdekes és színes programkínálattal jelentkeznek majd. Jelmondat, jövőre is nyílnak a tulipánok Celdömölkön.
Ha a hosszantartó hagyományos kezelések sem segítenek, ha szeretne megszabadulni problémájától, szeretettel várja dr. Szepesi Péter, homeopata orvos természetgyógyász a Sárvári Természetgyógyászati Orvoscentrumban. Az orvoscentrum a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségekkel szolgál minden gyógyulni vágyó számára. Általános áttekintő vizsgálat ultrahangdiagnosztikával, fullféle elektroakupunktúrás állapotfelmérés, IBR System általi magas szintű biorezonanciás mérési lehetőségek kezeléssel egybekötve, valamint a forradalmian új akutép technika áll a vendégek rendelkezésére. A centrum teljes értékű, egész szervezetre ható kezelései garantáltan segítenek a különböző gyermek és felnőtt légúti megbetegedéseken és allergiákon, a migrénen, az emésztőszervi, nőgyógyászati és reumatológiai panaszokon, az autoimmun betegségeken és autisztikus zavarokon, a rákbetegek immunrendszeri támogatásán és a lelki problémákon. Szeretettel vár minden gyógyulni kívánó beteget dr. Szepesi Péter, Természetgyógyászati Orvoscentrum, Sárvár, Kassa utca 6. Az asztali tenisz extraliga alapszakaszának utolsó és talán legfontosabb meccsét játszotta a CVSS Vitelszki Vevalka együttese. A második helyen álló celiek a lista vezető Pécset látták vendégül az alsósági sportcsarnokban. A tét az alapszakasz elsőség volt. Nagy várakozás előzte meg a két csapat mérkőzését mindkét városban. Aki ezen az estén legyőzi ellenfelét, az várhatja alapszakasz győztesként az április végi Final Four-t. Ez azért fontos, mert a rájátszásban a döntőbe jutásért a győztesnek a papíron talán leggyengébb Szeged jut, míg a vesztes a sokkal erősebb Széchenyi ellen játszhatja az elődöntőt. A találkozó előtt Fehér László polgármester, az Asztali Tenisz Szövetség elnöke és Balázs Béla, a CVS elnöke együtt köszöntötték Lampár Tibort, aki Jónyer Istvánnal párban 45 évvel ezelőtt szerzett világbajnoki címet. Ezután kezdetét vehette a szezon meccse, ahol először a fazekas Péter Ecsekin Ándor alkotta celi kettős mérkőzött, a pécsiek Demeter Lehel Nagy Krisztián összetételű párosával. Már ezen az összecsapáson látszott, hogy alig a fogunk unatkozni a mai napon, hisz igazán változatos, színvonalas csatát vívtak a felek, és a végjátékban jobban koncentráló celiek döntőszegben szerezték meg a győzelmet. Az első egyéni körben Linner Ádám a vártnál sokkal simában 3-0-ra lépte le Pázsi Ferencet, és Ecsekin Ándor is 3-1-es bravúr győzelmet aratott a sokat bizonytalankodó Nagy Krisztián ellen. Fazekas Péter ugyan legázolta az első szedben Demeter Lehelt, a folytatásban azonban visszaesett, és 3-1-re kikapott a Pécsitől. A második körnek 3-1-es hazai előnnyel vágtak neki a csapatok, ahol Linner Ádám sajnos nem tudta megismételni Pázsi ellen mutatott játékát. Hiába volt nagyon taktikus a játéka, Nagy Krisztián gyorsaságával szemben tehetetlen volt, így 3-0-ra alul maradt. Fazekas Péter ezúttal nem hibázott. Vesztett szett nélkül győzte le Pázsit, Ecseki pedig ebben a körben is ellenállhatatlan volt, ezúttal Demetert verte 3-1-re. Az utolsó körben már csak egyszeri győzelem kellett a végső sikerhez, ez pedig hatalmas csatában Fazekas Péter szállította. Ötszettes meccsen a harmadik meccslabdáját értékesítve diadalmaskodott Nagy Krisztián felett, beállítva a 6-2-es végeredményt. Győzelmével a celdömök megnyerte az alapszakaszt, így fazekaség mérkőzhetnek április 30-án a Szeged ellen a döntőbe jutásért. Az idei rájátszásnak a pécsi Lauber Dezső sportcsarnok ad otthont, ahol a másik elődöntőben Pécs-Széchenyi csatát rendeznek. Május 1-én a két győztes a bajnoki címért, míg a vesztesek a bronzéremért meccselnek, és reméljük, hogy vasárnap este ismét
immár hetedszer a CVSS Vitelszkével Valka játékosai emelhetik magasba a bajnoki trófeát. Hazai pályán folytatta szereplését a megyei labdarúgó bajnokságban a celldömölki VSE csapata. Focistáink ezúttal a sereghajtó közteget látták vendégül a Kolozsvár utcában. A valaha szebb napokat megélt vendégek ezúttal sem számíthattak sok jóra, hisz a bajnoki álmaikat tovább dédelgető celiek hamar belekezdtek a meccsbe. Már az első percben közel állt a gólhoz a házigazda, hisz Piri fejese kipattant Táncsics kapusról, és csak szerencsével tudtak tisztázni a kőszegi védők. Ezután is ott maradt a vendégkapu előtt a cél, és egymás után végezhette el szögleteit. Idővel kissé fellélegezhettek a kőszegiek, de ez nem jelentette azt, hogy ne a CVS-e dominált volna. Végig uralta a játékot Koma Vladimir együttese, de a mezőnyfölényt nem tudta gólra váltani. Az első játék rész utolsó perceiben is celi tüzi játékot láthatott a publikum, kapura lövések, Táncsics védések és szögletek követték egymást, míg nem a 47. percben megtört a hazai gólcsend is. Szó Ferenc lőtt kapura egy Gyenyengi Mártól kapott labdát, de az egy védőről lepattant, Győrvári ismételhetett, amit viszont Táncsics hárított, ám Szó újabb próbálkozása már a hálóban kötött ki. A találat után már nem volt idő a középkezdésre, egyből pihenőre vonulhattak a felek. A második játékrész is celi fölénnyel indult, támadtak a hazaiak, és az újabb gólra sem kellett sokat várni. Az 51. percben Győrvári futott el a bal szélen, majd a középen érkező Szó Ferenchez passzolt, aki két védő között a jobb alsóba lőtt, megduplázva ezzel a saját és csapata góljainak számát. A folytatásban sem hagyott talább a hazaiak lendülete, beszorult ér felére a kőszeg, csak egy-egy kontrával próbálták meg zavarba hozni a celi védelmet, sikertelenül. A 65. percben aztán megszületett a harmadik celldömölki találat is, Német József az alapvonalról passzolt a középen érkező Pirihez, aki nem hibázott. Az utolsó 20 percben már nem tudta tovább növelni góljainak számát a CVS-e, maradt a 3-0-ás győzelem. A következő fordulóban sokkal nehezebb dolguk lesz a fiúknak, hisz idegenben a Répcelak ellen lépnek pályára, és ha nem akarnak kiszállni az aranyért folytatott versenyből, mindenképpen 3 ponttal kell hazatérniük. Kedves nézőink, hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!